Neki ajándékot, mamának? Jó, itt volt egy alma, már mindig visszabeszéltétesek. Be well, Arisen. I'm not one for tearful goodbyes, but I must admit, I've grown rather fond of you. Majd talizunk, mama, menjél, fejlődjél. Aztán megszeretett, azt mondta. Nézd, milyen cuki mama megszeretett engemet a utazásunk során. 6 napot töltöttünk együtt. De most nyílik a villaajtó, úgyhogy. Vagyis a utcaajtó. Viszlát. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Na jó, fekete Rocky. Itt most szedd össze magad, oké? Okay? Nagyon nagy harcokat várok tőled. Szia mama, hello. Hello, szia, hello. Viszlát. Oh, I don't know about you, master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest? Tike is ugyanazt csinálja. Hát mi az, hogy kimerültél, most jöttél be a harcokba? Frodo, ez lesz a te izéd is, ám csak mondom. Úgyhogy itt ne leselek egy jelzi küldve a faszomba. Kapsz egy almát itt a munkádért. Most indulhatsz mamával. Nézd meg, visszajön. Szia mama, hello. Szeret, elfejtettél valamit? Mondani? Arra felé van a út, buzi víz. Takarodjál. Kirúgtalak. A Rokival megyünk tovább. Szavasz. Na gyertek. Gyertek, fiúk, lányok, mehetünk. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Daenerys! Szedd a lábaid, bazd meg. Gyere már. Ne maradjál le. Hogy megrúgtam? Azt a kurva. Rocky nagyon megy. Rocky, gyerünk, mutasd meg, mit tudsz. 9-es szintjeid, de... Az nem mindegy, hogy 9-es vagy 2-es. Mik a nagy almák? Oda néz? Alma. Alma, alma, piros alma. Hopp egy láda, hopp egy légy. Adjál már egy ruhát nekem. Hát ez nem az. Hát ez nem az, bazd meg. Röfidisznyajok. Itt megint van egy ilyen kristályos szar, de az mi az Isten? Nézzük már meg még egyszer. Soha nem találom meg, mi az. Ez van egy ilyen kristály emóta. Vagy izé, valami. Ja, hogy ez volt az. Ez a Martin Tintintájt. Aha. És ott még van egy láda? Pedig nyitottunk egyet. Mert akkor így eltűnnek azok a cuccok. Baram, barabam. I'll gather this. Azt hiszem, a... jó, szedd össze. Alma nagyon jó az. Ez mi ez? Elszáradt ágok. 2 darab. Amúgy kurva jók ezek a kalandozások. Nekem nagyon tetszenek. Nagyon tetszenek ezek a kalandozások. Itt volt ez a láda, amit jelez, de fölvettem. Most nem tűnt el. Kalandozgató, harcógat. Kalandorokat engedsz el. Bírás fölérted. Nagyon komoly. Jó, itt lesz a feladat. Itt lesz a feladat. Frodo-t kéne még lecserélnünk a faszomba. Mert ő még 2-es szintű csöves nokedli. A Frodo-t el kell, hogy bocsássuk majd. Eperke. Eperke! Na itt lesz első nagy harc. Itt lesz a küldetés valahol. Eperke! Gyertek utána, amúgy lehet kéne hílelni. Vártok, kéne kell csinálni egy ilyen izéket. Kombinálni. Kombiné, kombiné, a csipkés kombiné. 5 egészet csinálunk egy ilyen üdítőitalt, igen. És azt üdítőitalt, hol van az? 10 ilyen használt, adj, dobj el. És ugye adunk Daenerysnek egy ilyet, 2-t. Tudja hílelni. Adunk 2-t Rokinak. Nagyon fasz a Frodo-nak, nem adunk. Ezt kapja be. Na várj is, hogy én ezt megiszom.
Használjuk, nézzük meg. Aha, még egyet? Nem, ennyit tudok. Aha, szóval ugye akkor ez a maximális HP, mert el vagyok fáradva, és akkor pihennem kéne, hogy több HP-m legyen. Mi a szar? Jó, azokat öljük meg ott. Azokat a szörnyeket. Jézusom! Hát hát a kurva anyád! Na hova lőzte, hülye? Gyertek le ide, srácok! Nagyon jó vagy. Várj, Daenerys, mert melyek életér. Jövök már, köszi. Miért nem fejlődik Frodo úgy, mint a többiek? Mert Daenerys, aki velem van itt, őt én csináltam magamnak, szóval ő a örök hűtársam nekem, örök követőm, és ő folyamatosan velem van, és velem együtt fejlődik, de a többi kettőt, Frodo-t és ugye Momoát előbb, azt úgy béreltem föl, úgyhogy ők nem fejlődnek velem, mert ők más játékosok emberei. És mindig a utam során, mindig ahogy így találok valakiket, akkor így főbérelhetem őket a csapatba. Egy ideig. És akkor mindig így a utazgatás során így valakikkel így találkozok. Jó, megyünk a bányába és megbasszok a... Frodo, mi a faszom van veleddig? Gyere már, megbasztak a csibék. Hülye vagy? Hol a gyűrűj? Az a baj a Frodo-nak, én már tudom mi a baj a Frodo-nak, nincs is savó. Tika kutyadik. Az anyámot Frodo, hogy nyomja? Ide idegbe jött. Nincs itt csamú, és ez egy nagyon szomorú Frodo. Kis agyar. Daenerys, kérej, help! A Rocky szétbasz mindenkit, basz, mert nem picsázik Rocky. Rocky balboka. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Jó, bemegyünk a bányába most, srácok, gyertek. Gyertek bányákba, aztán majd pihenünk. Kéne valamit falatozni is, mert nincs semmi buffunk. Gyerünk, Rocky, szedd szét! Durr! Azt a mindenső, odanéz. Rocky, odabasz, odabaszó. Ez jó vétel volt ez a Rocky fiú. 200 forint volt. Na jó. Gyere ide! Ezt neked buzik. Mi? Hogy fejbe basztan sziklával? Azért? Én vagyok a király, hello. 200 forintot. 200 nagyon jó. Oké, hol egy szikla? Vigyek magammal. Daenerys! Daenerys, gyere velem, fiam! Mi történik? Gyere már ide! Tiszta izé, oda nézd, le kell nyarnod rólam a sót, tiszta sós vagyok. Na gyere! Ez egy sóballag biztos. Ez mi ez itt az a... Hordó? Jó, ezt visszük. Biztos bor van benne. Aha, várja. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boats. Ah, yes. That sounds familiar. Réze értek, nagyon jó. Ha már bányában vagyunk, akkor bányászunk valamit, érted? Akkor már bányászatokba leszünk. Nagy barlangokba vagyunk. Bányákszba. Bányákszokba. Fölkészülvény tork támadásokra. Jó napot kívánok. Hopp, ott egy szikla. Csiperek, csuporog. Semmi? Gyerünk, Frodo! Neked ezek ismert helyek. Hát, itt lesz a pók királynő. This boulder looks mighty heavy, but we might just be able to move it if we combine our efforts. Would anyone care to push? Jó, ezt így szerettem volna megmutatni, hogy mi erős vagyok. Gyerünk, fiúk, mehet a buli! I grant you roaring flame. De nézd, gyerünk, varázsolj mindenféle izé szörnyet ide most. Jó, én nyilasként itt hátul maradok, oké? Okay? Milyen jó, hogy nyilas választottam. De nézd, szét ketten tudunk itt a háttérbe itten
mozdulatra csinálni meg mindent, addig a többiek itt verekednek. Jó, hújjál! Semmi forintok. On my way! Ezt úgy érzem, mintha ezt ki kell lőni, nem? Futás! Deris is nagy szinteket bevall. Alma. Alma, alma, piros alma. Tűrű, tűrű, tűrű. Ne, álljátok a sziklára, hello! Nagyon nagy! Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. I see it as a glad thing. Daenerys, kérj egy kis segítség! Tüzet fel annyi lamot, légy szíves, Daenerys! Szeretném ezt lelőni. Na így is jó. Az nem is mozik, Deni. Denike. Oké, mehetünk, nyitva van a út. Az út nyitva van. Mond jó barát és lép be. Hogy van jó barát, tündérű Gandalf? Mellow. Amúgy boldog nyuszit minden női nézőnek, és hogy el ne hervadjatok, költöttem egy random verset is. Én nem mondok verset, te bekapod a nyerset. Köszönöm, köszönöm. Ez ő Nyitmak húsvéti verse volt, hölgyeim és uraim. Jó napot kívánok, köszönjük szépen Nyitmax. Nagyon jó vagy. Igazán beleadta apanyait, anyait, ahogy érzel. Teljes mértékben. De legalább mondtál valami verset, érted? Ez volt első most. Úgy érzem, hogy ennek a bányának a végén lesz valami... Hopp, egy le... Azt a kurva, milyen láda van itt. A lehűlés gyűrűje. Azt a kurva, vártok. Vártok, mert Zoli talált egy gyűrűt. Gyűrű, amely erőt ad a viselőjének, viselőjének, akinek szellem a rezonál a mágiával, csökkenti a tűz által okozott sebzést. Jobb kéz felszerelés, nagyon jó. Én nem bemondok? Nem tudom, most nem készültem ilyenekkel. Amúgy. Én kiskertész szegény vagyok, virágokat tocsolgatok, ha nem kapok piros tojást, mindent összefosok. Ezt köszönöm szépen, ezt most gyártottam én is. Hoppe szikla! Dursz, oda nézd, mekkora szikladobó vagyok? Mehetnék olimpián, indulhatnék. Köszönöm szépen Nyitma, köszi a 50-es tapsokat, köszi, köszi! Hát ez így nagyon gyorsan most ez jutott. Azt a kurva jó ez a robbanás. Úgy érzem, hogy itt a végén lesz valami nagyon nagy rendetlenség. Semmi, mi. Orkszok! Mögöttünk Frodo! Ez valami kemény orksz. Na! Ez valami főnök volt. Gyere ide lefelé, mert szétszájborulnak. A kurva anyád. Jó, álljok, csak álljok föl. Csak álljok föl! Megrugdoslak, geci. Kurva anyád. Ja. Tamosok. Tamosok, fos. Jó, bajba vagyunk amúgy. Lassan. Le kéne itt tábort üzetni majd.
Azaz, oda néz, hogy elkapta. Azt a maga élet a Frodo. Azért ő is mutat valamit. Adom neked a tűzlángját, használd jól! Drága uram, 3000 forint! Azt a kurva. Ja, megszabadultunk a bányáktól. Vagyis a goblinoktól a bányákba. Na, nagyon jó. 3000 forintot begyűjtöttünk most ezért a küldetésért. Na most már tudja, hogy veszek magamnak ruhát. Hát úgy érzem, egyikünk sem a verselő tudományával fog nőt szerezni magának. Hát, ki tudja, érted? Tudok én cifrál verseket is kitalálni, ha akarok. Ha nagyon. Jó, itt nem lehetett táborozni? Szia, hát itt nagy tábortüzek vannak, miért nem? Miért nem lehet tábortüzet vetni? Nem tudom, mire lesz jó az a rézért. Dennynek van a legtöbb élete, érted? Hopp, a kurva itt van egy láda, hello, szia. Itt van egy láda. Vadőr harisnya. Na, végre. Végre egy harisnyát, mindig is harisnyát szerettem volna magamra venni. Én tudtam, hogy lesz egy felszerelés, amit majd... Amit majd magamra vehetek, és nagyon jó lesz ez nekünk majd. Nagyon szexuálisan fogunk kinézni vele. Rengeteg védelmet ad, ahogy láthassátok ott a bal sarokba. Vagy jobb sarokba, elnézést kívánok a jobb sarokba. Ezt nekem találták ki, ezt a ruhát. Elnézést kívánok. Mi a fasz? Abba a pillanatba, ez olyan ruha, geci, hát nézd már meg, mit ad. Hát védelem, májikus defenzia, minden van itt. Ez egy szar. Semmit nem ad. Ez egy ulti, ez egy arany. Aranyruha, érted? Jó, megvan. Megvan a ruhák, én mindig is tudtam, hogy nagyon jó ruhát fogunk kapni. Bár ezt amúgy Denerisen megnézném szívesen. Denerisen. Lehet, hogy amúgy rá fogjuk adni először is. Pedig én simán fölvenném. Jó, nézzük meg Denerisen, hogy néz ki ez. És nem tudom fölrakni Denerisre ezt a harisnyát. Várj, odalom neki. Odalom én ezt neki most. Átadjuk Denerisnek, megnézzük, hogy ő rajta hogy mutat. Nem tudja fölvenni, bazd meg. Tudja fölvenni, Denike nem tudja fölvenni ezt a jó tangás bugyit. Picsába. Na hát akkor ez rám marad. Jó, add vissza nekem. Majd én hordani fogom. Bazd meg, érted? Hát 113 védelmek, meg minden. Hú. Hogy a faszomban ne nyomnám ebbe, érted? A nagy... Oké, megvagyunk. Alakulunk szerinte. Alakulunk ebbe a harisnyába, nagyon jó. Így egy igazi király vagyok. Szia, Deni, figyelj ide, nézzél meg. Behajolok neked, oda nézzél, milyen seggem van. Azért. Ez fogd oszt a récaka. Oda nézzél. Fölállnak a tökök. Abba a pillanatban meglátod, érted? Tök szökött. Jó napot kívánok. Azért van itt csekk. Azért nem mondtam, nincsen itt tartás, meg minden. Azért van védelmet ad ez az izé. Harisnya beszarsz. Szevasz Twitch, hello, szia. Hello. Na. Jó, még hogyha találunk ez a szethez egy ilyen eltartót, vagy egy bikinit, akkor mindjárt leszopom magam amúgy. De nagyon jó lesz akkor. Örülni fogok neki. Keresünk még ládát. Jó, még itt én körbenézek. Mert itt nagyon nagy földszerelések vannak. Oda néz, hogy be tudok hajúni. Azt a kurva. Feltörekvő életerő. Feltörekvő? Azt lehet, be kéne szippantanom. Jó, kéne aludnunk egyet.
Csodálok, hogy nem szóltak be a karakterek, hogy milyen jól nézek ki. 10 per 10 az olyan, eddig nagyon. Mi volt ez a hang? Nekem van egy rossz érzésem itt a hangokkal kapcsolatban. You are gay. Köszi. Oh, I don't know about you, master, but I'm worn out. Jó, ne pihengessé, Rocky fia. Ne pihengessé, most pedig még melltartót kell találnom magamnak itt a szettemhez. Na várj, erre nem voltunk. Hello, menjünk vissza. Menjünk vissza, mert itt még körbe kell esnem, hogy mi van. Még van egy út, amerre el kell menni. Amúgy tényleg a bikini. Micsoda? Ezek fölvettek valami varázslópálcát. Jó napot kívánok! Mondom, én nem kell itt vásárolni, csak találunk cuccot. Kiné van a pálca? Frodo! Ez mi a fasz? Egy bronzból készült, kovácsolt, szarvakra emlékeztető, hegyes, könnyen befogadják a mágiát, még kezdőnek is annak egy kis lökést. Jó, a Didesz Denerisnek? Túl messze van. Hol a faszomba járkál, Frodo? Gyere már, Frodo! Jó, adod a Denerisnek ezt a izét? Ezt a pálcát, amit találtál? De ez valami más mágus pálca az. Jó. Sem tudja használni. Aha! De ez mi a szar? Ez valami más mágus, mint Danny. Érdekes. Érdekes, de nem baj. Már van ilyenünk is. Na nézzünk ide még körbe, hogy mi van. De erre sem... Na várjál. Akkor már erről jöttünk? Ja, de erre voltunk pedig. Nagyon szexi vagyok ebben a kis tangában, nem? Vagy mi ez? Fecskébe. Oda nézd, még be is közelíti a seggemet, bazd. Jó napot kívánok! A kurva anyát, fejbe basztak! Segítség! Very help! A kurva anyát, húzivi! Te ne üssé! Szájba rúglak! Na! Most már hiába tűz... Well done. Azaz, adjad a pacsit. £150, azt a mindenes, 300 forint itt van. Te béna, te béna, te béna! Jó, menjen, majd meg megmutatom, hogy kell csinálni. Takarodjál ut... Na, vigyázzatok onnan! Vigyázzál már onnan, Dick, hát dobom ezt a szart. Gyertek ide! Hozzám! Gyertek ide! Kurva szártokat! Látod, ezt így kell csinálni. A bugyingós megmutassa. Hopp, itt is van egy láda, nézzük meg. Majdnem itt hagyta. Jó, egy kétkezes kardot találtuk most. Frodo, ne örüljél magadnak, hogy most kaptál tőlem egy pacsit. A seggemre kéne pacsizni, az lenne igazi. Seggpacsi. Seggpacsik. Jó, ezt a kardot, ezt oda tudom adni az ének, Rokinak. De visszakérem tőle, amikor majd elbocsájtam ám. Nem, ez is valami más buildhez van. Az nem atakos build, ha minden igaz. Aha. Elég érdekes. Felszereléseket szerzünk itt most.
úgyis meleg van, érted? Fecskébe kell itteni, zéni, lootolgatni meg ilyenek. Jó, itt most visszatértünk. Mentünk egy kört. Igaz, hogy ez egy női harisnya amúgy. De nem baj. A lényeg az, hogy több védelmet ad, mint előző ruhát. Kit érdekel, hogy női, nem? Mai világban bazd meg. Jó, gyerünk velem, fiú, gyerünk, gyerünk. Mert itt még itten lootolgatni kell. Mi ez a hang? Mindjárt kiköpöm a tüdöm, Dick. Adjál már valami ízét. Energiétart. Stamina problémákból vagyok. Erre megnézzük, hogy mi van-e. Fú, nagyon el vagyok fáradva már. Kéne pihennünk. Nem vagyunk egyedül? Azt mondja, hogy nem vagyunk egyedül, úgy érzi. Hát az nem lenne jó, hogyha beleesnénk valami ízébe. Bosszba most. Vodka? Azon nincsen most. Deni, gyere már! Ne ott áldigáljál, Denike. Jó, nincs itt egy láda? Nagyon nagy láda keresésekben vagyunk. Jó volt. Este találkozunk. Este találkozunk. Na! A tüdőbajos, nézd meg! Fű, úgy érzem, hogy ennek a barlang végén valami nagyon rossz dologba fogunk itt beleesni. Belefutni. Az ott kicsoda? Igen. Hogy te? A harc képes. Jó, nyugodjatok meg, oké? Okay? Adó, így van. Adósok vagytok nekünk. Nincs mit, nagyon jók vagyunk itt most. Jó, most valami nagyon nagy felszerelést szeretnék itt kérni, mert érted, egy szál faszba járkálok itt a nagy barlangokba, jó napot kívánok. Én megengedem, hogy viszonoznak segítséget, köszönöm. Forintokat lehet fizetni, meg ruhákat, minden, ahogy látom, azt már látom, hogy van itt egy láda. Majd Frodo, nem, én jövök a ládáért, hagyjad. Nézzük meg. A bátorság jelei. Na, Frodo-nak találtunk kardot megint. Iszok, meghúztam rendesen. Mentem a következő adagot. Na én amikor mondtam, hogy vegyél fel ruhát, valami ilyenre gondoltam, mint amilyen ezeken van. Én is valami arra gondoltam amúgy őszintén, szóval nem gondoltam volna, hogy egy harisnyába és egy fecskébe fogunk itt futkározni. De nem baj. Azt használjuk, ami van. Ha erősebb, mint a eddigi, akkor nem érdekel, hogy néz ki. Érted? Remélem, majd egy online játékos megtalálja én karakteremet. És ebbe a szedbe fogja megtalálni, és remélem elviszi, és nagyon fog tetszeni neki. És valami nagyon nagy jutalmat fog kapni ért. Kávé? Azt majd. Még várjunk vele egy picit. Ja, nekem a órám, ami mindig 5:30 van. Már 6:30 van, ugye? Ja, bazd meg. Picsába. Még mindig nem állítottam át. Frodo, ne menjetek át a hídon, mert le fog szakadni, légy szíves. Igen, óracsúszások vannak. Hű, ott nagyon nagy mélységek vannak. Azt a kurva. Mória bányáiba vagyunk. Bazd meg, mindjárt jön itt a nagy izé. Gyere, de itt. Erre már nagy lássé nekem. Jó, és milyen jutalom vár? Hol a főnök? Hol a jutalom van, buzi víz? You've a strong arm. It was a simple, but I don't know where we'd be if you hadn't come along. I pray. Ja, hogy imádkozik, hogy majd egyszer viszadozza, jó van akkor. Jó, mi itt most tovább fogunk haladni, mert itt szetteket kell találni. Mindjárt meg kávét csinálni akkor. Ez az időcsúszás, ez kikészít idegileg, pacz meg. Ránéztem órában, hogy még csak 5:30, milyen jó.
Ezt nem lehet így bírni idegekbe. Jó, úgy érzem, hogy kiütöttünk. A tanga köztudott megzavarni, az biztos. Főleg, hogyha szád előtt van valami, aki tangában van, vagy valaki. Hopp, egy létre oda, nézd, shortcutok. Shortcutokba figyelünk itt most mi itt most meg. Így fog majd megjelenni az ilyen szertartásokon a tangákba, érted? Király szertartásaiban. Nagyon jó. I feared we might never escape that place. Such dark depths take their toll on the spirit. Jó, most nagyon sötét van, úgyhogy meg kéne pihennünk. Jó napot kívánok! Szeretnénk itt most megpihenni most. Nincs itt valami tábortűz, hogy valami, mert elragadnak minket itt a szörnyek a faszomba. Hol vagyunk egyáltalán? Aha. Itt mentünk be, és ott jöttünk ki. Itt is kijöttünk volna, nézd meg. 1000 millió százalék. Jó, ez a feladat megvan. Így van, itt meg így van, így van. Most kéne nekünk egy táborhely, mindenképpen. Így, de. Azt a kurva, hogy nem leestem. Szóval nem lehet csak úgy tábort vetni mindenhol, kell egy ilyen táborhely hozzá. Az valaki megzavarodott fent. Derivel mi történt? Belebagolt a sziklába? Annak örülni fog akkor. Gyerünk utána, hello! Jó, te ne vállaljál semmi vezetéseket, Rocky. Uha. Hol vagyunk? Jó, kijöttünk a útra. Ennél nem örülök, hogy ilyen este járkálgatunk itt amúgy. Farkasok! A kurva szád. Azaz. Van kirántott hús rögtön. Kell egy táborhely nekünk. Pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra-ra. Kell egy táborhely nekünk. Tuti lesz a út mellett valami tábor, úgyhogy go. Mert beesteledett itt rák. Többiek? Gyere, Denikél, gyere! Kéne egy kis hír is, már nagyon bajba vagyok. Köszi. Én beled maradok. Hát már sok hílem, nagyon-nagyon el vagyok fáradva itt az este-estére. Meg kéne pihenni. A levegőt se kapok, érted? Alig bírok menni. Ah, orkszok. Már megint orkok! Gyerünk, Frodo, szedd szét! De nem pacsizni akartam, te hülye. Jó, szerintem lesz itt egy tábortűz valahol? Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel. Az mi a faszom? Az mi a faszom? Ez egy csonti! Csonti mágusok vannak errefelé, hölgyeim és uraim. Elnézést, itt lehet, hogy elpusztulunk a patomba. Ilyet mi nem láttunk. Azt a mágus kéne megbaszni. Gyerünk, Frodo, szedd szét. Halljál már meg. Az úr. Ne. A veszteségmérő. Amikor sérülés szenvedsz, nem csak a megmaradt életerőd, de a maximális visszanyerhető életerőd is csökken szintén.
A veszteségmérő ezt az ideiglenes csökkenés jelzi, és valószínűleg felhalmozódik, ha nem pihensz a következő időszak a között csaták között. Maximális életerőd még akkor is csökkent. Tehát marad, ha a csata végeztével sem, és nem fogod tudni visszajönni egy gyógyítóval. Na értem én, de hol a faszomba pihenjek? A veszteségmérő csak úgy állít, hogy a helyre, ha megpihensz egy fogadóban vagy tábor a helyen, tarts a csapatod jó kondícióban azzal, hogy pihensz a következők után, hosszabb csaták után. És fontos, hát, faszomat. Oké. Okay. Értem én. Jó, szeretném, hogyha most valaki itt fősegítene engemet, mert most... De mi az, hogy nem tudnak feléleszteni? Csöves nokedlik. Jó, hol volt mentés szerintetek? Először meghaltunk a játék folyamán. Szörnyű. Szörnyű. Aha, hogy itt volt a mentés, nagyon jó. Ott vannak a varázslók. Jó, akkor elindulunk a másik oldalra, gyertek fiaim. Hát de hogy a faszolva pihenj, értem, mondja a játék, hogy pihenj le, jól, addig már nem kapok levegőt, nézd meg. Pihenjek meg, de hogyan, hogyha nincsen pihenő helyem? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Vagy te már egy szüretelés. Jó, pihenő helyet találjátok, fiúk, pihenő helyet. Meg kell aludnunk valahol itt most. Biztos, hogy van valahol. Nem nagyon kéne csatába itten. Jó, semmi baj. Nem nagyon kéne. Op, az mi a fasz? Nem. Jó, ne! Nem akarok verekedni most. Ne, gyerünk tovább. Ó, bassz meg, mi van itt. Jó, akkor ezeket le kell győzni. Bassz meg, ez meg fújja a Dunát. Ne! Ő szerintem itt megint meghallgatom a faszon. Micsoda? Az baj. De hol a faszomba aludjunk ilyen, ilyenkor mi van? Az nem tudok elvenni egyik oldalra és a másik oldalra, mindenhol megbasznak este. Jó, itt értek a goblin előtt, érted? Hang in there, master. I am coming to assist. Fogadó az a poklok faszán van, de most kint vagyunk erdőbe, úgyhogy kéne egy izé. Kéne egy pihenőhely, érted? Ahol meg tudunk pihenni, ilyen-e. Ilyen campings. Campings kéne nekünk, campings. Ami biztos, hogy van itt a környéken valahol. Csak sötét van, és fáradtak vagyunk erre, ezekre a dolgokra itt most. Már alig van életerőm. Ne, faszom, amíg meghalok meg. Mert amíg nincsen pihenőhely, addig nem tudjuk felállítani a táborhelyet. Amúgy ez nagy szopás. És karabba út magát.
Jó, igen, nagyon fáradtak vagyunk, de most mi a faszomat csináljuk? Hozzad a szőlőd, Danny. Már nappalodik. Hajnalodik. Kiugrom az ágyból. A tangás férfi vár rám. Hisz ismerem őt. Hisz ő ismeri őt, hisz ő mackó. Zoli a mackó. Ha mézre néz. Jó, egy egész éjszakát itt átvészeltünk most. Jó, eltűnnek ezek a csövesek a útról, amúgy? Nem hiszem, hogy... Nem hiszem el, hogy csak itt van kemping. Ezen egész úton nincsen sehol. Tuti, hogy van. Tuti, hogy van. És az... Mi nem... Na, várjatok. Mi ebből a Melvér faluból... Mi honnan a faszomból jöttünk? Ide. És mi nem jelzi azt a utat? Azért, mert az egy szekeren jöttem. Szekéren. Ja, innene. Baszd meg, ezt az egész utat átutaztuk. Úristen. Hát ezt nekem még itt föl kell derítenem. Jó, vissza kell mennünk vele Melvébe. Hát most ilyen nagy utazásban leszünk, srácok. Ezt a utat nekem itt föl kéne derítenem. Hogy mi a fasz. De meg kéne pihenni már. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Így van, gondolja bele ilyenekbe. Jó, orkokra fölkészülni. We are well poised to supplement each other's strengths. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Olyan kirántott hús fog sütni, bazd meg. Csak legyen már táborhelyük. Jó van, Frodo, nyugodj meg, nehogy meghalljál. Tudom, hogy mindenki nagyon fáradt, de hát ez van. Szétrúgnak a kecibe. Na. Ne. Fuss. Megbasztak. Ne! A kurva anyád. Adok én neked üvöltő lángot mindjárt. Hú, bazd meg. Ez kurva jó ez a játék. Imádom eddig. Mennyi ilyen geci ork van? Vagyis goblin. Perce. Nagyon sok pénzük van ezeknek. Ne! Ne! Fuss! Te mocsok! So close a call offers no solace in victory. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Jó, mehetünk tovább. Menedéket keresünk, menedéket a fejünk fölé. Jó napot kívánok. Igen, már nagyon nem bírok menni már, igen. A szaros a bugyim is. Ez mi volt ez? Jó, tuti lesz itt egy pihenőhely valahol. Mi a fasz? Ne! Futás! Futás! Gyerünk! Hozzám, buzik! Menekülj! Ne, gyertek, nem foglalkozunk itt a ilyen izékkel. Fuss! Hozzá nem bírok menni. Hát ezt nem hiszem el. Jó, persze. Mi a fasz történik itt? Gyerünk! Mi történt? Frodo meghalt. Jaj, jön az a geci! Sajnálom, Frodo! Szia, jó volt veled! Gyertek! Húzunk a faszomba innen! Go!
Mozdulatos gecis. Az a szúrnak. És még mindig jön ez a csöves, hát nem hiszem el. De hagyjál már békén minket! Ezt nem hiszem el. Ez nagyon veszélyes. A kurva anyád. Ez nagyon veszélyes az erdő. Hallod, én már nem bírok menni. Hát ezt... Konkrétan már nem bírok menni, harcolni, semmit nem tudok csinálni, mert azon hullafáradt vagyok. És egy rohadt pihenőt nem tudok találni. Ez mi a szar? Miért vannak itt bikucik? Look, auction. How tranquil. Ökrök? Ezek most alszanak? Szerintem is jobb, ha békén hagyjuk őket amúgy. Ott van ez a buzi trollos fasz. Bikuci. Bikuci? Oké. Okay. Jó van, Bikuci. Maradj ott, nyugtalan. Nagyon veszélyes az erdő. Az merre van az a útvonal? Aha. Az arra van. Úgyhogy mi most itt balra fogunk elkanyarodni. Arra, ja. Arra fogunk haladni. Szavasz, Bikuci. Gyere már! Az ki a faszom az? Ó, bassz meg, ezt lehet föl kéne bírálni. Na jó, most már mindegy. Fú, baszki. Jó, készüljetek a trollszokra. Az ott egy ember? Az egy harcos. De ne! A kurva, ki volt ez? Ennek meg fáj a belenézd meg. Jó, jó, sumál egy pihenőhöz, légy szíves játék. A geci már nincs életem. Hello, szia, jó napot kívánok, veled mi helyzet? Figyelmes és hűséges, igen? Hány a szintű vagy a battle-ban, nézzük meg. Jó, bólogassál még ezzel, szeressük. Azt a kurva, egy 13-as szintű! Jó, gyere velem! 68 forintért főbéreljük. Vagy ne? Jó, nem béreljük fő most. Take me as your shield, Arisen. Upon my fighter's pride, no foe shall harm. Jó, nyugodjál meg, értem én. Hagyja. Most nincs erre pénzem. Pihenő kell nekem, Dick. Pihenő! Jenő, pihenő! Ha tudnám, hogy már van egy rohadt pihenő, annyira jó lenne. Konkrétan meg tudok menni. Sehogy nem lehet megpihenni a játékba, srácok. Sehogy máshogy nem lehet megpihenni ebbe a játékba, csak ilyen izékkel. Pihenő vagy fogadó, ennyi? Ott van egy láda lent, bassz meg. Kicsába. Jó napot kívánok, fiatalember! The early griffin gets the worm, as they say. Hello, Sia. I am a fiatal ember, you know. I know precisely when a curative is needed, master. Maga kicsoda. You'll never fall in battle so long as I'm around. Ez is egy harcos. Jó, most nincs harcosra szükségem, de úgy... Ott mi a faszom? Mi a faszom folyik ott? Segítség! Még jó, hogy itt volt a másik harcos is. Jézusom! Ezek honnan jött? Nem! Nem! Úristen! Hát az meg, ezt nem hiszem el. Komolyan nem hiszem el. Nem! A kurva anyád! Tüdőbe szúr. Hát nem tudok-e? Igen, tudok olyat csinálni, hogy az utolsó fogadóból érted, de hát oda nem megyek vissza.
Mert nem tudom, hogyha most ide bevisszem, akkor elveszik az a mentésem, amit eddig történt, érted? Azt nem csináltam meg. Azért előjönnek itt ilyen kolibrik, érted? Hát, nagyon nagy csúnya dolgok vannak itt. Aha. Jó napot kívánok, fiatal ember. Hello. Leave the finding of equipment enhancing materials to me, master. I shall sniff them out and mark them on your map. Aha, ez egy ilyen... izé. Jutalom 2 virágcsokor. Gyalogos küldetés, győzd le a kimérát. Ezt a Capcom csinálta, ezt a karaktert. Jó, nem? Szevasz. Én bízok benne, hogy itt lesz valahol egy izé tábortűz, vagy valami... Ne, nem akarok. Jó, nem tudok valamit enni, amitől lesz életem. Tudja, hogy van nálom valami izé cucc. Egy kis életerő visszanyerés. Ez már rohadt vadpecsenyék vannak itt. Egy grimoire, amely varázsa egy varázslatot, ha elolvassák, használható, még akik képtelenek mágiára, megidéz egy eldöntött egy gyógyító varázslatot. Álló képesség visszanyerés. Sok egészséget nyerhetsz vissza. Vajon, ha megesszük, akkor kapunk életet? Nem tudom használni. Jó. Nyers húst tudok edni? Nem. Egy almát, ha eszünk? Azt sem tudok enni, bazd meg. Jó, hogy iszunk egy ilyen... semmit nem tudok használni. Mi a fasz történik? We may have to rethink our strategy. I'll save you. Go where your help is needed. One of us has been poisoned. I grant you roaring flame. Hát most nagyon ilyen kiszolgáltatott. Ne! A kurva anyát, hát ezt nem hiszem, hát egy izérbe belehalok. Suriba. Ha olyan fáradt a karakterben, az meg egy suriba meghalok. Ez így nagyon nehézé teszi, hogy nem tudok aludni. Nézd meg. De már, hogy nem tudunk legyőzni kurva farkasokat. Bazd meg. Jó voltál, Denikém. Keresetek nekem egy tábor helyet már, bazd meg. Aha, ott mi folyik? Jó, ne engem támadjon meg ez a kurva. Nem tudok micsoda, ez ki ez? Kivágás, jó napot kívánok. Hello, szia. Sandra. Köszönöm meg, hogy egy vizét adjál nekem tábortüzet ide most. 800 forintot kaptunk, hogy megmentettünk Sandrát, nagyon jó. Legyen itt egy tábortűz! Nem hiszem, hogy ilyen helyen nincs tábortűz, bazd meg! Hát nincs... Ez a játék egy igaz a geci? Amúgy. Szeretném ezt így elmondani most. Hú, bazd meg! Srácok, ilyenkor mit lehet csinálni? Valakinek valami ötlete van? Hol van ez a készletem? Szevasz, Kendo! Nézd már, hüvely és kivonás, mit szeretnél és kinek a hüvelyéből kivonni? Én most aludni szeretnék egyet. Mindenképpen, ez nagyon jó lenne, ha tudnék aludni egyet. Csak az a baj, hogy
Sehol nem találok egy rohadt izét, pihenőhelyet, és már ki van a faszom. Frodo-nál volt egy ilyen szar, nem odaadtam neki, cipelje. Itt van-e. És ezt így nem lehet lerakni csak úgy. Pihenő készleteket. Érted? Én vagyok a legszarabbul, mert alig van életem. Mindjárt lefekszik ide aludni már. És nincs egy kibaszott táborhely sehol. Azt mondja, ez a menetelés soha nem ér véget, mert olyan fáradt, hogy mindjárt összecsúszik. Én is így vagyok, hogy remélem nem találkozunk. Nézd meg, jó, most már itt a parasztok is beszélnek arról, hogy már mindjárt összeesnek, olyan fáradtak. Én elhiszem, hát de hol a faszomba feküdjek le? Hát azt akarok. Ott. Ez nem a buzimérő most, itt tábor tűzvetések lesznek. Jó napot kívánok! Hú, nagyon nagy alvások lesznek itt, egy napot alatt mehetünk is. Nagyon is. Azt ugye jön ide mindenkit, állítsátok föl. Te, hú, bassz meg. Ott is van. Hú, bassz meg. Jó napot, ott fogunk aludni. Itt a sátorzba. Beszartak. Sütök itt kirántott húst is. Olyan azt, amilyen sztéket fog sütni, oda néz. Bizom. Not like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Na, és most már aludjunk egyet. Pihenés reggelig. Na. Hú. Hát ez egy hosszú menetelés volt így. Na, maximálisan fő vagyunk tőtődve. És ilyenkor megvan a kemping készletünk amúgy? Ja, hogy visszakapjuk, jó van. Visszakapjuk a kemping készletet. Jó, buffok mindenben vannak. Na most jöhettek, buzik. Ez mi a faszom? Hello? Ez mi ez? Segítség! Az mi az a szak? Mik ezek? Elnézést! Basz, megtámadott valamilyen víz. Hát de támadjatok be! A fasznak izétek! Nézd meg, Rocky-ék, nem csinálok semmit. Frodo-val egy. Mi a hova lövök? Mi történik? Zöldes nyálka. That was outstanding. Te nem csináltál Roki semmit, hogy basszan a szád. Még egyszer. Kell egy pofon neked? Daenerys. Hű, baszki. Jó, nagyon nagyot táboroztunk most. Hát valahogy haza kéne érnünk. Azt kell, hogy mondjam. Mondtam, hogy itt lehet, hogy elmegyünk vissza ebbe a faluba, de... pedig már közel vagyunk. De haza kéne jutnunk nekünk. Úgyhogy vissza kell fordulnunk a úton, sajni majdi. Merre van arra? Erre. First to notice, we've all got different vocations. Our respective abilities are unique as well. Hang in there, master. I'm coming to assist. Shall we make them rue their own impatience? És bevásárolok magamnak nyilakkal, meg minden szarral úgy. Nagyon fel kell erősödnünk. De muszáj lesz. Muszáj lesz, mert egy nagyon csövesben vagyunk. Erre kell jönnöm? Igen. És ezen a úton megpróbálunk visszahaladni ide a városba. Hú, vesz meg. Hosszú kalandok ezek.
Főleg így bugyiba, érted? Egy bugyiba itt az éve, erdőbe. Annak kifogy a staminában, nem bírom ezt. Nem bírom ezt üdőbe. Szerintem most aludtam. De legalább élettele van. Gyere, Denikém, gyere! Gyere itten. Jó, itt várjatok, útelágazádosok. Nem tudom kimondani. Útelágazádás. Igen, valaki mondja ki helyettem, mit akarok mondani? Itt fogunk eltérni most jobbra, aztán balra. Aztán főúton megyünk a faluba. A városba, nagyon jó. Jó, itt erre, jobbra, fiaim. Jobbra. I'll gather this. It might be of use. Na, és meg ilyen harcok. Raki, te hol a faszomba verekszel? Azaz, Frodo, szúrd meg! Szúrd szét a száját, a kurva anyád nagy fejbe baszott. Nagyon jó. Itt van valami nagyon nagy. Itt ez volt a főnök. Jó, szurkáljátok meg, kurva anyád. Szétruglak. 250 forint volt a zsebibe. A zsebibe. Amúgy most kellett volna elmenni kávét csinálni. Oda se baj. Jó felé haladunk, nézzük meg. Aha, és itt fogunk majd jobbra térni. Elágozódástál. Na, a vonyító farkasoksz. Meghaltok ezért. A kurva szátok nokeddig buzik. Jó, Frodo, nagyon gyorsan le kéne cserélnem amúgy. Másik tolvajszra. Meg csöves kettes szintű. Itt van valami fiatal ember. Jó napot kívánok. Maga milyen beosztású? Nézzük meg. Igen. Is egy harcos. By way of sound strategy and defensive tactics. Ez is egy harcos. Bár erősebb már, mint a izé Rocking. Mertek. Jó, menjél most utadra? Jön még egy. Jó napot kívánok, oroszlán. Hello, hello. Simba. Ő itt Simba. Szavasz Simba, hello, milyen helyzet, minden rendben vagy? Ő is egy 11-es szintű. Utazzon együtt egy napra és egy éjszakára. Gyere Simba velünk most. Rokit leseréljük, mert egy geci ez a Roki. Szia Roki, köszi, hogy velünk voltál. Azok Frodo-t nem bírom lecserélni. Lehet, hogy kéne két harcos Frodo helyett. Nem, Frodo-t megtartsuk, mert egy csöves. Jó, szevasz Rokikám, szia. Egy napot töltöttünk együtt. A jutalmad egy alma. És mehetsz a fazba. Nincsen minősítés. Szevasz Rokikám, hello. Simba jön velünk mostantól kezdve. Mert ő neki egy jó oroszlán a feje, és kurva jó a kedve. Úgyhogy Roki, takarodj a faszomba. Szia Roki Káv, hello. Szia. Szia, hello. Látod, Simba csatlakozta egy ilyen bugyis, harisnyás fiatalemberhez. Remélem használt veszük a képe. Itt van Daenerys, és itt van Frodo. Vele ne barátkozzál meg nagyon Frodo-val, mert hamarosan elküldöm a faszomba. Mert csak egy csöves kettes, érted? Úgyhogy van Simbánk. Na, merre megyünk? Jobbra. Szevasz, Roki Kám, hello, szia. Szia, hello. Hú, itt van egy ház. Azt a kurva, mennyi gyümölcs van itt.
This is generally used as a material. Hopp, lerúgtam a szőlőt. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Jó. Nagyon jókat fogunk itt lakni. Azt a milyen ház van itt. Micsoda? Ide bejövünk, körülnézünk. Itt üve... Bezzeg, most itt is van egy pihenő, érted? 3 perce pihentünk, mert most megint van egy pihenő. Ott mi történik ott lent? Az valakit nagyon vernek. Na jó, csatlakozzunk be itt a harcba. Azt megölték, baszd meg. Hát az... Azt kapta. My magic can imbue your weapon with the fury of the elements. Ott valami óriás kobrák. Jó, oda nem megyünk. Jó, ne elkülözzél velem, Simba, mert mi nem vagyunk olyan jóba. Ez mi a faszom? Melegítő kenőcs. Aha. Mégis kénytelen vagyok megírni ezt a beszámolót arról, amit láttam. Egy gigantikus járt a földön, hogyan is lehet másképp? Minden lépés megrázta a földet, távoli koronája. Jó, valami gigantikusról van szó itt. Jó, itt keresünk itt valami lootot. Láda? Na nézzél bele, Denedi. Azt a kurva, 1350 forint volt itt a földön. Gyümölcs roborát. Lámpás olajsz. Komolyan virágcsokor volt ott? De azért harcolnak. Jó, most pont sokat csinálnak, mert amúgy Dennis is mindig itt életeket ad meg minden, meg amúgy tudom utasítani őket, hogy mi van. De most csinálunk egy kávét, oké? Okay? Csinálunk egy kávét. És ezért most itt nagyon tábortüzeket csinálunk itt, meg ilyenek. Érted, megpihenünk itt egész csapattal. A mesterünk egy változékony fajta, ezért alapos átutatja az egyik, a következő pedig vakmenős. Így van, Daenerys, így van. Este... Frodo-t ne beszélj bele. Ne beszélj bele, mert el leszik üdv a faszomba. Csak jöjjön már egy izé tolvaj. Errefelé sétáljon egy tolvaj, és már itt se vagy a csapatban, csak mondom. Oké? Okay? Tudunk valamit főzni? Van itt szörnyeteg rongya. Na mindegy, ezt majd mindjárt csinál. Habár, tehetünk egyet. Az. Serceg a jó husi. Husika? I'm all for swapping stories, but perhaps another night. Alig tudja nyitva tartani a szemét. Na, itt megpihenünk. Ahogy lássátok, én 11-es szintű vagyok, Dany is 14-es szintű, és Simba is 11, és Frodo 2-es szinten van. Úgyhogy azt nagyon gyorsan ki kell rúgnunk a csapatból. Úgyhogy mindjárt jövök. Mindjárt érkezem, fáradt kiégett aggyal, a testem szomorú, fáradt lázban ég. Mindjárt jövök, mindjárt jövök. Csinálunk egy kávét.
Szia! Zene vége van. Rumos, amúgy bassz, mert tényleg. Nem, itt van úgy most. Most benyomtam egy izét, fédetit, hello. Szia! De kávémban nem öntöttem, látod milyen hülye vagyok? Rumos kávéjára nem is gondoltam. A kávét nem szabad elrontani semmivel. Az úgy jó, ahogy van. Normális egyébként hozzáfordítás, gépi, de nagyon sok beszéd van benne. Mert tényleg folyamatosan beszélnek a karakterek, meg minden ilyesmi, úgyhogy jó, hogyha van tényleg, hogyha valaki nem tud angolul, vagy valami. Jó, hogyha még ilyen is van, mert sokat segít. Na! Jó, szerintem nem fogunk pihenni most, ugye húznunk a faszomba. Készségek? Micsoda? Jó, hogy itt is tudunk így... Aha! Ja, de nekünk nincs több. Ja, már nem vettem. Aha, értem mindent. Levegőt, a számod. Ezt majd akkor ilyet is kell vásárolnunk. Jó, hogy kell sátrat bontani? Sehogyan? Csak úgy tudok sátrat bontani, hogyha izé, pihenünk? Na bassz meg, akkor pihenjünk reggelig. Jó, akkor csak úgy tudjuk szétszedni ezt a szart, hogyha izé. Jó, go, mehetünk. Na merre megyünk? Mert megint nem tudom. Azt mondja, hogy nem arra, pont hátunk mögé kéne haladni. Arra kéne menni. De nem arról jöttem, bassz meg. Na várj, itt letértünk itt a útonkról. Mondjuk arra is mehetnénk, itt ott kéne aztán jobbra menni. Igen, itt akkor le. Itt kéne lemennünk, itt, erre fiúk, erre gyerünk. De itt az ilyen krokodillos szörnyek volt. Az egy szörny? Bizony. Azért beleívódott itt az éve. Gyerünk, támadás fiúk, Simba, Frodo, Daenerys, szedd szét a faszomba. Ott is van, nagyon szép. Jesszus, hadika! Oda nézi a sárkányz. A sárkánsz nagy pénzeket itt Prime feliratkozásra, 5. hónapot, szeretem a fehér kupakos zöld sört, oda néz. Szevasszia, hello! Nagyon szépen, köszi a 5. hónapot, köszi! Jézusom, azt a kúra, megtámadtak minket nagyon erősen. Ne! Au! Segít! Danny! Meghalok! Basszátok szét! Tüzet a fegyveremnek! Jó, basszátok szíjjel, nagyon jó. Fű, bazd meg, mi volt itt. Jó lesz ez a szín, erős. Erős ez a szauriai pikkely. Oda néz. Felix-e azért megirigyelted ezt a szettemet, nem Felix-e? Oda nézni, milyen kis bugyingó van? Nagyon komoly vagyom a harisnyámúj bugyingóba. Köszi még egyszer, Hadika, köszi. Jó, erre haladunk. Menjünk a fővárosba most. Fővárosba haladás. Frodo-t el kell küldeném a picsába már. De sehol nem jön szembe velünk egy izé. Egy tolvaj. Mesterséges fiatalember. Kihalt az erdő, csak ellenség van. Teljes mértékben. Hopp, egy nyuszi! Nyuszi! Itt a húsvét, bazd meg. Nyúl húst akarok enni, Muti. A nyúl bőrsz. Köszönöm szépen. Nyúl bőrszök. De mi a fasz csináltak, hülyék? Az a szín, adjál neki. Szín felfelé. Mehetünk. Plusz 20 egészség, állóképesség, nagyon fasza. Mindjárt kiköpöm a tüdőm, de semmi baj. Jó, haladunk a város felé. Na, madarak. Kurva sok ellenség van amúgy. Nagyon sok enemy van mindenütt.
Level up szint felfelé, így van. Jó, hogy nem lefelé. Találd meg ezt a kurva verebet. Azaz Frodo. Frodo, gyerünk, szurkád meg, Frodo! Hogy megszúrtadik? A kettes szintű Frodo, nézd meg. Ranglétrákot lépünk itt most. Daenerys, gyere, 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 drágám. Bogoram. Jó felé haladunk? Nagyon jó, azt mondja, itt vagyunk a városba. Azt a kurva. Nagyon komolyat megyünk. Olyan izé ruhákat fogok venni, meg mindent. Olyan nyílveszely. Mi a szar? Szúrd meg a geci! Szúrd meg! Kurva anyám! Szúrd meg a buzit! Ott is van. Azt meg. Ne, ne, dudál, dudál! Szedjétek le! Hát dudál, ember van! A kurva anyádnak dudálsz. Nem hívod itt a haverjaidat? Frodo, szurkád meg, azaz? Szia, hello, Letty, hello, szia, Letty, hello! Ott a nagy érle... Ez már érlelt vadállati szőrszálak, érted? Szőr... Meg 550 forint. Nagyon komoly, várjátok, itt ládák vannak. Jasper! Vazzak, azt hittem valami nagy ruhák vannak itt. Gyere, Daenerys, drágám. Simba, Frodo, mehetünk. Mehetünk, mindjárt városba vagyunk. Vazd meg, itt is nagy izék vannak. Kaptunk egy szilánkot, mert ugye teljesítettük Simbának itt a küldetését. Amúgy te bugyiba vagy? Igen, amúgy én bugyiba vagyok. Hát, hát ez a legújabb divat, bazd meg, meg harisnyában, nézd meg. Gyerünk, Frodo, Simba, Danny, hol a Danny? Adjál már életet nekem. Na azért. Érted. A legújabb divat szerint öltözködünk most ebbe a videójátékba. A legújabb divat szerint bugyiba sétálok és harisnyába. Ilyen szexuális harisnyába vagyunk, itt a vadonba. Oda néz, hogy becsúsztam neki a kurva anyát, szétbaszlak.